Sziasztok, szép napot kívánok, újrajövés! Hát eljöttem most, hogy hát ugye, megmondom nektek őszintén, egy ilyen csülkös gulyást készít, babgulyást fogok készíteni, de megmondom nektek őszintén, én már nem volt itt idő erre, hogy vaciláljak, hogy daraboljam, hogy miről van az alapanyagot elkészítők. Így ekkora egy olyan jó 1 kg 20 dekás csülök volt, én bőrmentesítettem, mert ugye nem volt olyan. És egy olyan fél füstölt csülköt daraboltam, hát én már itt összedaraboltam, itt látjátok ilyen füstölt kockára. Nos, nem is nagyon szaporítom a szót. A babból pedig ezt a mirelit babot fogom használni, mert tudjátok, olyan nehezen fő meg, hogyha azt a másik, meg előválasztatás, meg minden, meg egyik jobban. Ez általában tudom nektek ajánlani, ez nagyon jó. Nos, hát azért mutatom el nektek ezt a dolgot, hogy úgy fogom készíteni, hogy nem akár, hogy legtöbben, megmondom, ahány ház annyi szokás, felöntik vízzel, bele és kész, aztán bele is, akkor mikor kész, no kedit, vagy csipket tésztát bele. Én így szoktam csinálni, mutatom lépésről lépésre. Nos, egy jó két tyúk tojásnyi vöröshagymát apróra összedarabítottam, bacsánat. És egy ilyen tévépaprikát megmostam, egy kis zellert, akkor vannak benne itt, látsátok, ilyen fehér répa, tehát én már azért dolgozok itt ilyen új répa, meg zöldséggel, tehát petrezselyemmel, hogy ez már utána nem olyan fás, meg mit tudom én, mi meg blablabla. Nos, kezdünk is hozzá, én már itt előbb ültettem ezt a nagy bilit, ezt már így felteszem. Így. Na és az a különlegesség az egésznek, hogy hát én már itt megolvasztottam egy kicsit a zsírt is, körülbelül egy jó decinit fogok bele tölteni, hogy könnyebben sertészsírra. Túl sok nem szükséges, belem egyébként a csülökből is fog engedni belőle a zsír. Vigyázzunk arra, hogy ne nagyon legyen nagyon a zsíros, mert ez is enged ki. Hát, hogyha nagyon zsíros, akkor figyeljünk arra oda. Enyhén ezt meg fogom egy kicsit kiítani, na és most jön a téma, egy kicsikét, és kettő gereszt fokhagyma is van benne. Hát olyan nagyon-nagyon nagy változás nincsen benne az alapjáraton, csak az a lényege az egésznek, hogy én ezt pörköltösen fogom készíteni, hogy. Figyeljetek, mert nem mindegy, a gulyásnak van egy lényege, tehát mindenkinek a szája íze szerint. Ki hogy szokta készíteni, én így szoktam. Na, nagyjából én úgy látom, hogy ez már eléggé finult, ez a hagyma. Na most jön egy olyan dolog, hogy ezt a csülköt már megvan, most van, le van itt szedve róla azok a hártyás részek, a bőrös, én nem szeretem a bőrös, meg a többiek se. Eltávolítottam, majd abban megint lesz valami. Na, itt van a csülöknek a csontja, én ezt két alapírészeltem. Ennek az van a lényege, hogy ezt egy kicsit pirítjuk a hagymával együtt, tehát így kéregre egy picikét. Ó, de jó füstőre van. Kazán, és majd aztán fűszerezünk, meg stb. Meg blablabla. Tehát jönni fognak belőle sokan. Eszünk egy jó babgulyás, csülkös babgulyás. Egy egész csülök, meg egy fél füstölt csülök, tehát totális csülökből. Lassan látjátok, így már fehéredik kifele. Tehát megvárjuk, hogy ez egy ilyen kéreg képződjön benne. Tehát sokan úgy is jelent, hogy felöntik a vízzel egyébként. El szeretnék mondani valamit, hogy valami nem halljátok. Nem sokára jönnek hozzánk. Születésnapra hozni fogják a tortát, csak meg ne hallják, mert meglepetés lesz. Sokan lesznek itt a családtagjainkból, akik fognak jönni, eszünk egy babgulyást, és akkor tartsatok velünk továbbá. Közben mutatom én, hogy fogom készíteni ezt a... Látjátok, hogy szépen fehéredik már kifele, és már a hagyma is eléggé üvegesedik. Így már szépen már főszint az egész zsírját, hogy nagyon picikét még enyhén pirítom, és mindjárt jövök is vissza. Már körülbelül így gondoltam ilyen stádiumban.
ez már látják, hogy egy kicsit így betéredett, megkérdesedett, tehát nem öntjük fel vízzel. Na most akkor jön a fűszerezés. Tehát ennek az alapanyagnak, én szoktam itt van, nézzétek, egy kis fűszerköményt, ezt jó rajta érezni. Körülbelül egy jó evőkanálnyival teszek bele, majd lehet, hogy még később, igen, még mindig. Teszünk bele egy kis borsot, úgy szintén, ez mondjuk ízlés szerint van. Mellé mutatom, hogy mennyi legyen. Hát ez most nem nagyon akar kinyílni, de mindjárt megnyissuk. Egy kis... Hát ebbe meg egy jó fél teáskanálnyival teszünk bele. Továbbá dolgozunk ebből a vegetával. Ebből is adunk bele körülbelül egy jó evőkanálnyit, ha megnyílik. Így látjátok. Ez. Mert más fűszert is fogunk hozzátenni. Örök paprikát. Ebből is körülbelül ízlés szerint ilyen két és fél evőkanálnyival így bele. Továbbá úgy szoktam csinálni, amivel ez 5-6 liter lesz, ezek annak 7 literes, még csak éppen azért csinálom, hogy ne kapjod a paprikát, hogy ellepje vízzel. Tehát fogok több vizet tölteni hozzá, csak megvárjuk azt, hogy egy kicsit puhuljon a hús, mert nem akarnám azt, hogy a zöldséget így széjjel főnek benne. Egybe, mert tudjátok, a húsnak több idő kell, hogy megfőjön. Így, hogy éppen ellepje. Magyarul, mintha majdnem, hogy pörköltet főznénk ugyanúgy. Továbbá én még szoktam bele tenni egy ilyen mint három ilyen babérlevélt is. Így. Na, ezt egy kicsit várunk, hagyj följön, és akkor majd a szaporítás, majd azt a később mutatom, az már nem is olyan nagy baszítás lesz, úgyhogy jövök nem soká vissza. Látjátok, hogy már jó kis pörköltös alapot csinálunk elő, hogy jó sűrű legyen, és akkor csipi tésztával. Na, elárulok még valamit nektek, hogyha életen úgy akarjátok csinálni, hogy kész tésztával is lehet, főzzétek ki, külön vízbe szűrjétek le, és mikor már kész van, akkor dobjátok bele, mert akkor lesz, mint a szappalé. Így jobb lesz. Na, mindegy, de én nem jó csipokáért, akkor nem akarok csipekedik, majd velek egy kis tésztát. Rakjunk rá egy kicsit a kájára, egy kis gajat. Ezzel a gajjal nem pocsikolok itt. Olyan jó. Megfőzött. Ó, de jó tűz van benne, gyerek. Így az jó. Csak lassú, csak finoman hagy főjön. Gyerekek, ilyen nagy témában vagyok benne, úgyhogy most ha már úgy van, akkor ez meg. Sok senki. Jó, mindjárt, hát baudjával, most nem azt mondom, hogy na. Akkor ezt most én megmondom, hogy miért csinálom, tudjátok mi, mert boldog születésnapot kívánok, kedves feleségem, meg nektek erőt, egészséget kívánok, meg készítsétek el a kaját, legyetek szerencsések. Egészségetekre. Hát én nagy emberben még ez le se ír egy ilyen kis nokedli, mint egy nokedli, hogy tudom. Egy is vegy egyet. Mert ez már négy. Barack, kecskeméti barack. Jó, ezt ide teszem, ezt meg ide belevem most ez. Nem a főzésnek a témája. Na! Kavarjuk meg. Elcsesszük most az ételt. Hohaha! Na, így látom, hogy alakul ezt is. Remény púpos gyerek a prés alak. Látjátok, már jó kis pörköltös alapot lesz itt majd. Tehát várunk még egy kicsit bele, mert egy kis idő kell még a hús egy kicsit, hogy félfél is legyen. Lefettem, hogy itt a por meg a legyek, nehogy rámenjenek itt a zöldségre. Aztán majd mindjárt bele fogom tenni a zöldséget, csak megnézem a húsnak a minőségét. Hát, még látjátok, ilyen... egy olyan tízszer fogom bele fogom tenni a zöldséget. Hagyjuk jönni.
aztán lesz egy kis zsimzsamzsomb, születésnap hozzák a tortát, kusele is van minden, nekem meg most lesz, de nem tudom, hogy legyen itt valami kibúgó, hát csak nyolni kell valamit, már mondjuk abból kifolyólag, ami ott van az asztal alatt, tetszik most, amikor becsobáztam olyan. Na, nem soká jövök vissza a gyerekek, úgyhogy most a kajára rekonstruálódunk főképpen, aztán majd utána majd megyhet a bacillus. Na gyerekek, látjátok, így akartam nektek ezt készíteni, hogy ez így néz ki, nem tudom mennyire látszódik, már majdnem a színlését. Egy kicsit én ezt így szoktam, hogy alá sütöm egy kicsit. Látjátok, milyen golyó. Na, így látjuk. De nincs oda égve. Most megint a kap egy kis vizet is már. Úgy látom, hogy abban a fázisban van, hogy ez már látjátok, itt a víz már. Ez már úgy tűnik, hogy kérdően is ide van, tehát így már elvárjuk, látjátok a maskát. Most már beleteszem a zöldséget, látjátok, milyen jó szívű szakot. Engedek, nézzétek, mint a pörtölt lendesen. Nem az, hogy felöntök kis vízzel, meg minden, úgyhogy... Na most elérkezett az az időpont, hogy most már lehetően töltem egy vízzel. Így is akkor lassan, hogy följön. Majd sűrűsödni, hogyha kér bele vizet még. A szélén volt egy kicsi, de az nem számít, itt lekapartam itt a pár darab ilyen. Mindjárt kikapjuk belőle, jó. Hát annyi van, hogy most már fel fogom zöldségelni. Hihetettem a zöldséget, közben megérkeztek a gyerekek. Na hát ugye, egy így bele, ahogy áll. Egy paprika így, ahogy beleáll, ezt a zöldséget, tehát ezek új zöldség, mert minden, répa, zeller, kumpli, ezeket én már nekem bele fogom így szólni szépen. És már megkavarom, és akkor hagy főjön tovább. Így, ne. És akkor majd a tészta kell még bele, és a... Mit mondjak nektek, hogy mi kell még bele abba? Na, hát majd nem soká jövök vissza, én így szoktam készíteni a csülkös gulyást, füstölt csülökkel és rendes csülökkel, hivatásos csülökkel. Nagyon prima, szuper lesz, mert ezt így kell csinálni. Mindjárt jövök, nem soká vissza. Széléről lejöttem, nem baj, nem nagyon kell kavarni. Na hát gyerekek, így néz ki nagyjából, látjátok, de két gulyás kockát még bele dobtam, azt már nem mutattam videóban, tehát gulyás kocka, ugye még ezt beletettem, egy kicsit intenzívebb legyen, meg foghagyma, minden, így a répát itt benne már eléggé jó állapotban van, látjátok a zöldség, a kunk is, tehát látjátok, ez már érkez így. És még egy kicsit fog sűrű lenni, mert még a kumpli még mindig fog benne egy kicsit sűrű szaftot benne csinálni. Tehát percek, kérdések, közben megérkeztek a vendégek is. Itt van, beszélgetünk. Sziasztok! Vegyetek cseresznyések! Vegyetek cseresznyések! Na, nem soká jövök a tálalással, mert ez már nagyjából nem soká kész van. Már itt vagyunk, már nagy a csapat, készen van minden, na, csak már én most ezzel vagyok, így ebben a babbal, ezt bele fogom szórni, és még a tésztát, és szerintem nem sokára készen is van a finom, nézzétek a finom csülkös gulyás, gyerekek, csülkös gulyi, látjátok, ennyi, na most már a tésztáért megyek, de nem sokára, szerintem el is készültünk. Újra itt vagyunk, látjátok, óri,
Na ez az igazi gulyás, gyerekek, látjátok? Majdnem, mint a pörköltös jó királyságban. Na, hát azon a pozitúrán vagyunk. Jöttem a sűrített parival. Hát teszek bele, vagy három evőkanállal ebbe a mennyiségbe. És még egy pici só is kell bele. Egy, kettő, három. Így, és akkor mindjárt hozom kifel, a csajok már lecsipkedték. Megnézzük őket, hogy hogy csipkedik a tésztát, és már is hozok ki hozzá. És még egy kis csipetnyi só, és aztán jön a tálalás, nézzétek. Látjátok, nem olyan nagy vizes híg. Ja, de itt van. Látjátok, milyen jó sűrű. Még a tészta még mindig fogja belinni a levét, úgyhogy ez jó laktatós, egy kis palacsinta hozzá, gyerekek, vagy bármi, és pacek minden. Ó, drága jó, készítsetek el, és ajánlom ezt a csülkös babgulyás, ez nagyon finom. Na, bemegyek a tésztáj. Elkészültek a csipetkék is, most már anyuval elcsipkedtük. A Rita Jósnő elcsipegetkék az édesanyjával. Na, egy kicsit, majd mindjárt meglobogtatom a tüzet, hogy jobban égen. Milyen illatú? Jó, apu, tényleg nagyon várom már, hogy készítették. Amúgy is tudod. Szabad bele, ne foglalkozz bele! Csesszod neki! Ez az, jó! Elég! Ez az, gyerekek. Na, nézzétek csak, hogy milyen jó kis. Na, hát egy 10 perc, és akkor már megyek is, viszem befelé, és már lehet enni. És kész vagyunk. Látjátok, milyen jó sűrű lett a gulyás, nesze. Nézzétek meg, nem az a vizes valami, mint ahogy. Tehát én így szoktam készíteni. A család mindig az egész tányért kitakarítsák, úgyhogy szuper minden. Nos, hát ennyi lett volna a videónk. Hát a továbbiakban tartsatok velünk, így néz ki, ez már mindjárt kész van, megfelelő tészta, nem kell már ebben olyan túl sokat már vacilálni. Megfelelő tészta, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyetek szerencsések, még találkozunk az életben. Sziasztok! Gratulálok a szakásnak! Jó. Na, ezt kéne csinálni. Gyerekek, erről beszélek. Most nem azért mondják biztos, hogy most hogy azért, hogy ne réjjak, hogy nem jó lett. Gyerekek, higgyétek el, a speciális nagyon jó az elkőszültség. Tehát mindig azt mondom, süssétek-e fel kicsit fel a húst, a hagymával együtt, szaptosodjon, ne öntsétek fel vízzel egyből, és megkapjátok ezt az eredményt. Nézzétek. Nem jó lett, nem jó lett. Ez? Nem kapcsoltad le a kamerát még? Még nem. Jó lett, nagyon jó. Nem tudom. Milyen jó kis sűrű szartos, látjátok itt? Jó! Na, hát akkor még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyetek szerencsések, minél jó puszi, jól elés, főzítek meg ti is! Sziasztok!